köszöntök mindenkit az Alakarány az ETL KK Falkok perc mérkőzés sajtótájékoztatóján. Először a vendégcsapat játékosát Kovács Benedeket kérném, hogy egy pár mondatot mondjon a mérkőzésre. Nem volt könnyű mérkőzés. Tegerszegen mindig nehéz nyerni az utóbbi évekre, és igaz volt főleg a Falkónak. Ez egy nagyon fontos győzelem volt számunkra. Ugye az alapszakasz győzelem felé vezető útunkon. Igazából a mérkőzés kezdetétől a végéig nagyon-nagyon fegyelmezett volt az egész csapat, főleg védekezésben. A taktikailag, amiket megbeszéltünk az edzéseken, utasításokat mindenki betartotta. 70 ponton tartottuk az Egerszeget hazai pályán, akik különösen jó támadó játékot szoktak csinálni itt az otthonunkban. Nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra, és az Egerszegnek is szeretnék gratulálni, hiszen az utóbbi évek rossz szereplése ellenére most ott vannak az elsők között. Köszönjük. Congrats for the win. How was this game from your side? Thank you for the congratulation. I said before the game, too, I think the Egerszeg play really good basketball in this season. And we try to prepare and do our best. I think to our idea, defensively, offensively, work from first moment. In the some third quarter, we little make some bad decision offensively, and little go few points up and down. But I think it's not possible to play same physically level 40 minutes. Our defense work very well, and I think we deserve the game, the win. I'm very happy because of that, and. I want to say to the atmosphere was really amazing for both fans. Really thank you for this atmosphere, and this is something what the Hungarian basketball need. Really good atmosphere, 40 minutes and like this. And I always said to our fans is for sure always six player for us, and you can see this with which energy our team play when we are on the positive end. And thanks for that. Good luck for Zalagerszeg for the rest of the season. Először is köszönjük a gratulációt.